Felfüggesztette a kormány a kijárási tilalmat december 24-e estétől december 25-e reggelig. A Szentestére vonatkozó, valamint a további döntéseket is Kis Róbert rendőralezredes jelentette be az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. A családi rendezvényeken maximum 10 fő vehet részt, ebbe a 14 éven aluli gyerekek nem számítanak bele. Több média felületen olvasható már a hír, hogy a koronavírusnak egy mutáns vírusa jelent meg Nagy-Britannia déli részén. A kormány a mai ülésén ezzel kapcsolatban is új intézkedéseket vezetett be. A kormány mai ülésén döntött arról is, hogy ma éjfétől, azaz december 22-én 0 órától megtiltja az Egyesült Királyságból érkező személyforgalmú repülőjáratok leszállását is, beleértve az üzleti célú magánrepülőgépeket is. Az áruforgalom zavartalanul működik tovább. Az elmúlt 24 órában 2141 fővel emelkedett a laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt fertőzöttek száma, és elhunyt 183 beteg. A Pfizer vakcina engedélyezéséről az Európai Gyógyszerügynökség akár már ma döntést hozhat, és néhány napon belül a védőoltások beadása is elkezdődhet. Az első adag vakcina 3500 ember oltására lesz elegendő, a második adag szállítmány még idén megérkezhet, utána pedig folyamatos ellátásra számítanak. Számolt be a tájékoztatón Müller Cecília. A tiszti főorvos azt is elmondta, fontos, hogy minél többen oltakozzunk, hogy lassítani tudjuk a járvány terjedését. Nincsen olyan oltóanyag a világon, nem is volt soha, ami 100%-os védelmet ad. Természetesen az egyéni válasz, immunválasz is különböző lehet, mindnyájan egyediek vagyunk, természetesen van egy biológiai hasonlóság, egy biológiai immunválasz, ami egyformán zajlik bennünk, de az egyéni reakció az változatos lehet. Az elmúlt hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 770, a kijárási tilalom megszegése miatt pedig 1400 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök. Az elmúlt hétvégén rendőreink közigazgatási hatósági intézkedésként összesen egy esetben döntöttek egy vendéglátóhely üzlet ideiglenes bezárása mellett, így összesen a jogszabály hatályba lépése óta 101 ilyen ideiglenes intézkedést hoztunk. Az operatív törzs továbbá arra hívta fel az állampolgárok figyelmét, hogy a járványhelyzet a december 24-i éjszakán sem szűnik meg, így az ideiglenes enyhítések mellett is ügyeljünk egymás biztonságára.